Elsősorban a külterületen, tanyákon sok az elhagyatott ingatlan. Az elmúlt időszakban megyénkben is megszaporodtak a betörések az olyan lakóházakba vagy mezőgazdasági épületekbe, amelyeket hosszú ideje nem használnak a tulajdonosaik. Mivel az elkövetők általában az ajtó és ablakok befeszítésével jutnak be, a védelem ezen ingatlanok esetében is fontos. Legyen rajta biztonsági zár, legyen rajta, ha lehetőség van mondjuk rács egy mezőgazdasági épületen, akkor is, ha nem használja. Ha lehetőség van rá, akkor elektronikus riasztórendszert szereljenek fel. Ugye az a gond alapvetően ezekkel a ingatlanoknak a betörésével, hogy egyrészt a tulajdonosoknak nyilván bosszúság, hogy hónapokig nem megy felé sem az ingatlannak, mikor beér az épületbe, akkor látja, hogy eltulajdonták valamilyen dolgát. Ugye a másik probléma pedig az, hogy a rendőrségnek a nyomozását megnehezíti, hiszen alapvetően eltelik akár 2-3 hónap is, és nyomszegény környezet, ugye egyáltalán nincsenek nyomok, az, hogy mit vittek el, azt sem tudja már tulajdonos elmondani pontosan, hogy nézett ki, mi volt. Itt pedig nehéz a tettesek felkutatása és elszámoltatása is. A rendőrségi szakember az ingatlanok körbekerítését és a növényzet kezelését is tanácsolja a tulajdonosoknak. Jelzést jelenthet ugyanis a bűnözők számára, ha a kert, udvar nincs gondozva, másrészt könnyebb is megbújniuk benne. Érdemes emellett a szomszédokkal is jóban lenni. Tehát időnként látogassanak ki a tulajdonosok, beszéljenek a szomszéddal, ha nem cseréltek volna telefonszámot, cseréljenek telefonszámot, hogy hívja fel a figyelmét arra, hogy nézzen már rá néha az ingatlan az épületre, és ha probléma van, akkor jelezze. A másik, amit kiemelnék, az a polgárőrség szerepe. A településeken általában működnek polgárőri szolgálatok. A polgárőrök örömmel veszik egyébként, hogyha a lakosok őket keresik, és felhívják a figyelmét, hogy van ez a ház, az mezőgazdasági épület, amit nem használnak már hónapok óta, legyenek kedvesek és nézzenek rá. A rendőrség kiemelten kezeli ezt a területet, folyamatosan térképezi fel és ellenőrzi az elhagyatott ingatlanokat, hasznos tanácsokkal ellátva a tulajdonosokat. Noha egy-egy betörés alkalmával drágább mezőgazdasági gépekre is szertehetnek a bűnözők, a rongálási kár sokszor nagyobb, mint az ellopott tárgyak értéke. Az ingatlanban tartott értékesebb dolgokról érdemes ugyanakkor listát vezetni.